Az ünnepelő estéjén a Kossuth Művelődési Központ színházterme adott otthont a Forrás Néptánc Együttes előadásának. Köszöntőt itt Földi László országgyűlési képviselő mondott. Március 15. előestéjén még ezen előadás előtt is illő és üdvös, hogy egy kicsit emlékezzünk 1848-49-es forradalmi szabadságharc indulására. Azt gondolom, hogy mielőtt ebbe belekezdenék, nem leszek hosszú, ígérem, 80 oldal. Mindenek előtt fontos megemlítenünk azt a tényt, hogy ma határaink, keleti határunkon háború zajlik. És nem tudjuk, mi lesz ennek a békéfejlete, reményeink szerint hamarosan be fog fejeződni. Én voltam a határon, és láttam síró anyukát, síró kisgyereket, várandós édesanyját. Láttam, hogy a különböző szervek hogyan látják el az embereket. Mi is vittünk adományt, nem is keveset, innen Ceglédről és környékéről is. Ezúttal is köszönöm mindenkinek, aki segített ebben a munkában, és a jövőben is segíteni fog. Nem kicsi a feladat, ami előttünk áll ezen a téren sem. Azonban egy kicsit tekintsük vissza a forradalom és szabadságharc hőseire. Az akkor elhangzott felhívás azt gondolom ma is érvényes. Talpra magyar, híja haza! Szent hazánkat történelmünk során mindig szerette volna valamely birodalom bekebelezni, vagy elpusztítani. A német-római császárság, a tatárok, a törökök, majd a Habsburg birodalom. Később az Antant hatalmak, majd a Szovjetunió. Most pedig az Európai Unió akar minket uniformizálni. A 19. században a Habsburgok akartak rendes alattvalót faragni belőlünk, rebellis magyarokból. El akarták törölni történelmünket, nyelvünket, egész kultúránkat. Ez a birodalmi gondolkodás jellemzője. Ezért minősül skandalumnak, amikor gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar, anyanyelvén szólalt fel a pozsonyi országgyűlése. Igazi hőstett volt ez akkor. A nemzet újraéledését indított el. Reformok sora indult, de a birodalom megállt parancsolt. Nem volt más út, csak a megalkuvás vagy a forradalom. A mieink a forradalmat, a fegyveres harcot választották. Eddig minden birodalomnak torkán akadtunk. Sem lenyelni, sem kiköpni nem tudtak bennünket, mert mi, magyarok, csak szabadon tudunk és akarunk élni. Akkor is, 1848-ban a szabadság volt a tét, és ma is az. Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés. Természetesen mi olyan szabadságot akarunk, mely segíti értékeink, hagyományaink, kultúránk és hitünk megőrzését, megerősítését, annak továbbadását, továbbélését. A birodalom és zsoldosai másféle szabadságot akarnak megvalósítani. Mire kell hát a szabadság nekünk, és mire kell nekik, az uniós bürokratáknak? Nekünk, gyermekeink hagyományaink szerinti neveléséhez, nekik, az LMBTQ elvek szerinti átneveléshez, nekünk, alkotmányos rendünk megőrzéséhez, nekik az alkotmány eltörléséhez. Nekünk hitünk, vallásunk gyakorlásához, nekik a vallás korlátok közé szorításához. Nekünk a szabad tájékoztatáshoz, nekik egyes újságírók eltiltásához. Nekünk az ország érdekeinek védelméhez, nekik az EU bürokrácia kiszolgálásához, nekünk a család segítéséhez, megóvásához, nekik a
a család átalakításához. Nekünk a természetes nem identitás megőrzéséhez, nekik a gender elmélet megvalósításához. Ők valójában nem szabadságot akarnak, hanem szabad kezet, vagyis hatalmat. Nekünk hűnek kell maradnunk az 1848-as eszmékhez, értékekhez. Nem tagadhatjuk meg a nemzetünket, nem gyalázhatjuk meg a hősök és az ősök emlékét. Ők szolgaföldben nem nyughatnak. Küzdenünk kell a végsőkig, amit ők is tették. Ha feladjuk, ha beletörődünk, akkor sehonnai bitang emberek leszünk. Adjuk hát Istennek, hogy mindig voltak, akik mertek és kiálltak. Vigyük tovább a zászlót, emlékezzünk 48 hőseire. A Forrás Néptánc Együttes Puszták Népe című táncelőadásával érkezett Szeglédre. Az autentikus előadás táncszínházi elemekkel és prózával ötvöződik, hiteles, megrendítő és felemelő képet adva a pusztai emberek életéről, szokásairól, gondolatairól. A Forrás Néptánc Együttes adott ünnepi műsor tehát, amelynek alapítója és vezetője Szigetvári József március 15-e alkalmából néhány napja a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át. Thank you.
Majd nemzeti ünnepünkön a ceglédi fúvózenekar várt a térzenével az ünneplőket a Szabadság téren. Az ünnepi műsor kezdetén a nemzeti dalt idén a Patkós Irma Művészeti Iskola diákja Beregszászi Zoltán szavalta el. Talpra magyar! Hí a haza! Itt az idő! Most vagy soha! Rabok legyünk vagy szabadok? Ez a kérdés! Válasszatok! A magyarok istenére esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Rabok voltunk mostanáig! Kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonnai bitang ember, ki most ha kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kart. És mi mégis láncot hordunk. Ide veled, régi kardunk, a magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot! A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak. És áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Ezt követően ünnepi beszédet professzor dr. Szakály Sándor, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója mondott. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Ceglédváros polgárai, mindazok, akik számára március 15-e jelent valamit, amit talán nem is lehetne másként megfogalmazni, mint az előbb hangzott versben, ahogy megfogalmazta Petőfi Sándor, amelynek a címe Nemzeti Dal, de hányszor halljuk, csak azt mondja valaki, hogy talpra magyar. A kérdés az, hogy vajon 174 évvel ezelőtt talpra kellett állnia egy nemzetnek, vagy miként lett egy népből nemzet 1848 márciusában, amikor is, ha szabad így fogalmazni, egy nagy reform nemzedék tagjai által előkészített polgári átalakulás elindult vagy megindult Magyarországon. Mindig azt mondjuk, hogy március 15-én Pesten és Budán, de kevesebbet szólunk arról, hogy előtte néhány nappal már Pozsonyban, hiszen azok, akik az országgyűlésen részt vettek, már megfogalmazták azokat a követeléseket és kívánságokat, amelyet a magyar nép, a magyar nemzet úgy vérezte, hogy a világ elé kell tárni. Az elé a világ elé, amelynek egyes országaiban már hasonlóan gondolkodtak, és ugye tanították egykoron nekünk, és tanítják talán ma is, hogy miként indult valami Párizsból, aztán jutott tovább Bécsen, és így tovább keresztül Magyarországra, illetve Európa közepébe. A kérdés persze mindig az, ennyi esztendővel az események után, hogy vajon mi is március 15-e? Mit jelent nekünk? Egy történelmi eseményt, amire illik visszaemlékezni, és el kell sorolni, hogy vajon kik voltak a Pilvax kávéházban, tudjuk-e a neveket, késette onnét valaki, vajon jól fogalmaztak meg egy gondolatot, meg tudjuk-e nevezni az első független magyar kormánynak a tagjait? Ki volt azok közül nagyobb? Kossuth Lajos, aki után Cegléden szólni és beszédet mondani még ennyi idővel után is több, mint nehéz, hiszen 1848. szeptemberében ebben a városban
mondta el azon gondolatait, és ha nem tévedek, közel 2 órán keresztül beszélt, és ezzel megmozgatta Cegléd és a környékét, mert kiderült, hogy az a szabadság, amelyet kivívott ez az ország Pesten, Budán, Pozsonyban és sok helyütt, veszélybe került. A kérdés mindig az, hogyha veszélybe kerül valami, akkor miként vagyunk képesek gondolkodni, együtt élni, összefogni. Ha 1848 márciusának, vagy az azt követő heteknek, hónapoknak az eseményei más nem is üzennek nekünk, csak azt, hogy a veszélyben egy nemzet tagjainak félre kell tenni sokféle ellentétet, felekezeti hovatartozást, vagyoni helyzetet, politikai és világnézetet, mert van valami közös, ami összefog bennünket. 1848-49-ben az én meglátásom szerint ez a közös, a függetlenség, az önálló, szabad Magyarország gondolata volt, majdben benne volt az a polgári átalakulás is, amely aztán néhány évtizeddel később válhatott valóvá. Mert 1848 márciusa és 49 a forradalom és szabadságharc, hogy nevezzünk, bár megítélésem szerint március 15-én igazi forradalom nem volt, hiszen nem kellett senki ellen fegyvert fogni, ha szabad így mondani, békésen diadalmaskodtak azok a gondolatok, és ezt a hatalom akkor elfogadta. 1848 áprilisában szentesítette az uralkodó azokat a törvényeket, amely lehetővé tette, hogy a birodalmon belüli Magyarország végre létrehozhassa első önálló kormányát Batthyány Lajos gróf vezetésével. És amikor végig gondoljuk a névsort, és azt nézzük, hogy kik voltak azok, akik tettek ezért az országért, akkor azt szoktam mondani, és talán nem tévedek, hogy ritka pillanata volt ez különböző dolgok együttállásának, hogy olyan kvalitású férfiak kerülhettek a kormányba, Batthyány, Széchenyi, Kossuth, Deák, Szemere és így tovább, akik valamiben egyetértettek, és az egyetértés az volt, hogy szükség van arra az által már többször említett független önálló Magyarországra, még akkor is egy birodalmon belül. Egyenrangú felei kívántak lenni a birodalom minden más nemzetének és népének, nem akarták azt, hogy azok a szabadságjogok, amelyeket hosszú évszázadokon keresztül ez az ország kivívott, és ennek polgárai, akkor még nem annak nevezték ugyan őket, megtartottak, vérrel, verítékkel tartották meg ezt az országot az oszmán-török hódoltság időszakában, majd azt követően, ha kellett, akkor életüket és vérüket áldozták volna az uralkodóért, bár a történet szerint a zabot nem ajánlották föl, és végig ott álltak azok mellett, az uralkodók mellett, akiket egyébként az akkori Magyarországgyűlés minden esetben elfogadott és királlyá koronázott. És a kérdés az volt, hogy ez a király meddig tartja be az ígéretét, és megteszi azt, ami egy nemzet számára fontos. 1848 márciusában és áprilisában azt gondolták nagyon sokan, hogy végre eljött a pillanat. Jobbágy felszabadítás, szabad sajtó. Gondoljunk a 12 pontra, mennyi igazság fogalmazódott meg abba a 12 pontba, amely aztán később alapja lett egy 1956. október 22-én megfogalmazott programnak, amely 12 és 14 pontban megváltozott körülmények között, de ugyanezt kívánta és követelte. És mi volt ennek a követelésnek minden esetben a leglényegesebb pontja? Az oly sokat emlegetett önállóság, függetlenség és szabadság. És ha visszagondolunk egy korábbi időszakra, vagy későbbi időszakra, 1989-90-re, amikor nem akart mást ez a nemzet, függetlenül a különböző nézetektől, világnézettől, politikától, mint egy önálló független Magyarországot, és hova nyúlt vissza 1848-49-hez, mert akkor képes volt a nemzet együtt gondolkodni és összefogni egy-egy dologért. A rendszerváltoztatás pillanatában megítélésem szerint ez az összefogás ugyanúgy érződött, mint 48-49-ben vagy 1956-ban. Mert 56-ban is azt kérdezték, és nem azt, hogy te honnét jöttél, hanem hova mész. Mi a célod? Akarsz egy önálló Magyarországot, idegen megszálló hatalomtaktól mentes önálló Magyarországot, ahol mi határozzuk meg azt, hogy mit szeretnénk, és mi az, ami nekünk jó. Önök belegondolnak abba, hogy az Amerika Egyesült Államokban egyetlen egy alaptétel van Isten igazából, amihez mindenki ragaszkodik, és minden amerikai polgár elfogadja. Felekezeti hovatartozásra, bőrszínre és egyébre való tekintet nélkül, nevezetesen azt, mi az Amerikai Egyesült Államok érdeke, és ennek rendel alá mindent. Vajon eljön-e az a pillanat, 1848 márciusa és áprilisa, vagy 56 októbera,
vagy 1990 április a választások kapcsán, hogy képesek vagyunk mi is egy-egy pillanatban azt mondani, hogy mi a magyar nemzet érdeke. A magyar nemzet érdeke megítélésem szerint nem más, mint egy tisztességes, békés, demokratikus Magyarország fölépítése és megtartása Európa közepén, emlékezve és emlékeztetve eleinkre, akár a honfoglaló őseinkig visszanyúlva és azt mondani, hogy él nemzet még mindig-e hazán. Mennyi csapás és mennyi szerencsétlenség között kellett talpon maradni, és mikor voltak azok a legnagyobb pillanatok, amikor képes volt egy nemzet félretenni mindenféle ellentétet. Hogy majd, ha sikeresek vagyunk, és ha így mondom, győztünk, utána megnézhetjük azt, hogy ki miként szeretné fölépíteni ezt az országot. Én azt gondolom, hogy ezt az országot úgy kell fölépíteni, hogy mindenki számára ország legyen, mindenki számára magyarságot jelentsen, és büszkeséget. Büszkeséget eleinkre, büszkeséget azokra az eredményekre és teljesítményekre, amelyet elértünk, és amelyeket, ha összefogunk és közösen akarjuk továbbvinni, még ismétet elérhetünk. Én azt gondolom, az én meglátásom szerint, ha 1848 márciusának nincs több üzenete, csak ennyi, hogy jó magyarnak lenni, ezen a földön élni, tisztességgel, becsülettel, akkor már érdemes volt összefogni, eljönni és Cegléden is emlékezni azokra, akik egykoron mutatták azt az utat, amelyről letérni nem érdemes. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Az ünnepi beszédet követően adták át a város egyik legnagyobb elismerését, a Gubody Ferenc díjat. Cegléd város önkormányzatának képviselőtestülete 2022-ben Gubody Ferenc díjat adományozott dr. Tornai Károly nyugdíjas belgyógyászházi orvosnak. Dr. Tornai Károly Karcagon született 1939-ben, szüleivel Erdélyben élt 1944-ig. Hódmezővásárhelyen járt elemi iskolába, és 1958-ban a város gimnáziumában érettségizett. 1967-ben a Semmelweis Egyetem orvostudományi karán summa cum laude kitüntetéssel szerzett orvosi diplomáját. Kiemelkedő eredménnyel teljesített tanulmányai miatt a budapesti 2. számú belklinikára hívták dolgozni 1967 őszén, ahol 1972-ig dolgozott. 1970-ben Ceglédre költözött családjával, 5 éven át a Toldi Ferenc Kórház belgyógyászati osztályán gyógyított, emellett tanított az egészségügyi szakiskolában. 1972-ben sikeresen tette le belgyógyászati szakvizsgáját, 1997-ben házi orvostanból szakvizsgázott. 1975. május 1-től a Ceglédi 2. számú felnőtt házi orvosi körzet házi orvosa volt, 38 éven át. Nyugdíjazását követően rendszeresen helyettesített a kórházban és különböző házi orvosi körzetekben. Dr. Tornai Károly híres jó diagnoszta. Munkáját lelkiismeretesen, önzetlenül látta el. Orvosi hivatásom az életemmé vált, és olykor úgy érzem, gyógyító munkám Isten munkatársává tesz, vallotta magáról. Kevéske szabad idejében a botanikának hódol, hóbia a kertészet, a nyelvek és az irodalom. Orvosi pályafutását a betegei szeretete mellett kitüntetések, elismerések sorjázzák. 1984-ben miniszteri dicséretet, 1988-ban a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa kiváló munkáért elismerése értékelte munkáját. 2017-ben diplomájának aranyoklevelét kapta meg, majd 2021. szeptemberében címzetes főorvos elismerésben részesült. Városunkban végzett több évtizedes, magas színvonalú házi orvosi munkássága és példaértékű életútja elismeréseként dr. Tornai Károly címzetes főorvosurat Ceglédváros önkormányzata Gubody Ferenc díjban részesíti. Gratulálunk doktor úr kitüntetéséhez, erőt és egészséget kívánunk Ceglédváros önkormányzatának képviselőtestülete, a 2. számú felnőtt házi orvosi körzet betegei és a város lakói nevében.
Majd a Ceglédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Technikum és Szakképzőiskola diákjai mutatták be Záporos Fény történelmi mozaikjáték című ünnepi műsorukat. Kisasszonyok, baj van? Látta ma már valaki a tánctanárunkat? Nem, szerintem nem fog ma jönni. De jó, elmarad ma az óránk. Semmi baj, akkor ma Szefi kisasszony tartja meg nekünk az órát. Ó, köszönöm, igazgatónő. Kérem, a kisasszonyok közül, akiknek kedve van, álljanak be a palotás tánchoz. A fiatal urak, akik ezen a táncon megjelentek, álljanak fel a hölgyek mellé tisztes távolságba. Hú, milyen hideg van már megint. Hát igen, ez a tel sem melegített fel igazán. Pedig már március hónapjának 14. napja van. Tavaszodhatna már. Milyen tanóránk is lesz most? Természetrajz? Nem, hanem történelem. Mindjárt itt lesz az imádott Vasvári Pálunk. Nem lesz unalmas a tanulás, az már egyszer biztos. Magdolna kisasszony viszont jobban tenné, ha nem bámulná már olyan feltűnően a szép ifjút. De ha egyszer olyan férfias jelenség... Nocsak, de mit szólna mindenhez a huszártiszt vőlegénye?
Ó, semmit, szegény. Itáliába vezényelték. Csak Isten tudja, lesz-e valaha is esküvőnk. A katonáinkat hozzák haza. A mélyinket ne vigyék külföldre. Csak ennyit kérek az égiektől. Ó, szegényként bizakodjunk. Ne jajongjatok itt nekem. Láttátok már az igazgatónő Blanka kisasszony rajongását? Igen, igen. Egy teleki Blanka gróf kisasszonynak mégiscsak több esélye lenne Vasvárinál. Akkor azért irul pirul, amikor bejön hozzánk egy-egy órán. Ó, de Vasvárit sem kell ám félteni. Még a levegő is felforrósodik közöttük, ahogy egymásra néznek. Ó, én a szép szemű és ábrándos tekintetű Jókai Móricot is szívesen látnám a katedrán. Ne ábrándozz róla sem. Mit is hallottunk meg a minap Petőfi és Vasvári beszélgetéséből? Hát igen, a mi csinos Jókaink egy színésznőért rajong, Laborfalvi Róza leányasszonyért. De hiszen ez a színésznő nincs is Pesten. Selendvai Mártontól született gyermekét pedig intézetbe adta. Hogy mik vannak, megbolondult ez a Jókai. Enye, ne pletykáljatok már megint, mert közeledik már Vasvári, és vele van a gróf kisasszony igazgatónk is. Üdvözletem, kisasszonyok, ezen a szép reggelen! Beszélgessünk inkább az ókori történelem helyett arról, hogy mi is történt Bécsben. Ugye tájékozódtak, mint magyar hölgyek a helyzetről. Párizs után végre Bécsben is kitört a forradalom. Micsoda időket élünk! Hölgyeim, hát mit szólnak hozzá? Megtisztelés, kisasszonyok, hogy a tanár úr minket is honpolgároknak tekint. Nem csak a férfiak politizálhatnak, kérdezzenek bátran. Igen. De én félek és aggódom, hiszen Batthyány gróf és Kossuth is Pozsonyban vannak az országgyűlésen. Ugyan mit tehetnénk mi itt Pesten nélkülük? Ők az igazi hangadóink, vajon támogatnának minket olyan messziről? Teljes szívéből mindkettő. Megkértek minket arra is, hogy fogalmazzuk meg a nép követeléseit. De most már úgy látom, hogy jön Petőfi és Jókai. Megbocsát nekünk, Blanka kisasszony. Természetesen. Üdvözletem, hölgyeink! Hallottuk ám Pál barátunk utolsó szavait, és ahogy Táncs is mondaná, a nép szava Isten szava. Már fogalmazzuk is, mit kíván e nép egyszerű gyermeke a bécsi udvartól. Ahogy Széchenyi István gróf, mi is 12 pontban gondolkozunk. Szép kerek szám, mint egy év 12 hónapja. Szerintem elsőként kívánjuk a sajtó szabadságát és a cenzúra eltörlését. Úgy legyen, ezt még ma le is jegyzem. Bizony, mert még ma meg kell szerkeszned a 12 pontot. Úgy látom, akkor van itt feladat bőven. Igyekezzünk mi is. Most sajnos el kell bocsájtanunk a tanárunkat a hazaüdve miatt. Hiszen tudjátok, mi is támogatjuk a liberális ellenzéket. Ez a mi honlány feladatunk. Hálásan köszönjük, Blanka kisasszony. Mert még beszélnünk kellene Vajda Jánossal, meg Irinyivel is, hogy találkoznánk a Pilvax kávéházban. Viszlát, hölgyeink! Legyen szerencsénk holnap is! Klára, te mint igaz barátnőm, legyél velem őszinte. Ugye Vasvári egyszer összeszedi a bátorságát, és elmondja nekem az érzéseit. Ó, Istenem, hát nézd, Blanka. Túl nagy a távolság köztetek. Vasvári hiába okos és jóképű, mégiscsak egyszerű származású. És akkor ott a te grófi koronád. Megbotránkozna az egész teleki család, hiszen még azt is nehezen fogadták el, hogy hazánk leányait, a nemes hölgyeket akarod művelni és oktatni. Igen, de a szívem azt várja el, hogy legyen egyenlőség. A szerelemben, meg különösen. Ó, a szerelem! Nézzük meg inkább, mit ebédelünk ma.
Büszke magyar nép! Nem lehet ennyire elpuhult, hogy még az esőtől is fél. Le az esernyőkkel, dobjátok el azonnal! Gondoljatok arra, ha majd a golyózáporok közepettek el helytállnotok. Éljen a forradalom, éljen a bátor magyar nép! Éljen! Pesti polgárok! Végre, ahogy vártuk, eljöttetek délután 3 órára a Nemzeti Múzeum elé. Sokat tettünk ma, de még nem eleget. Tovább kell küzdenünk szabadságunkért. Szabadság, egyenlőség, testvériség. Mondjátok velem! Szabadság, egyenlőség, testvériség! Köszönjük az egyetemi ifjaknak, hogy elkísértek minket a nyomdába. Kinyomtattuk a 12 pontot, és Petőfi barátom új versét, a Nemzeti Dalt. És mindezt a cenzúra engedélye nélkül. Éljen a haza, éljen a magyar szabadság! Éljen! Magyarok, Istenére esküszünk.
Fáradt vagy, édes kis feleségem, lelkem Júliám. Dehogy vagyok fáradt, szerelmem. Holnapra a nemzetőröknek kokárdákat kell készítenem. Rengeteg sok kokárdát, Sándor. Azt sem tudom, hogyan csináljam meg. De szerencsére átjönnek segíteni Blanka kisasszonyai is. Csodálatos nap volt. Aludni sem tudnék egy percet sem. Ilyennek kell lennie a forradalomnak. És még micsoda dicsőség a budai várban. A helytartó tanács sápadni és reszketni méltóztatott. Vér nélkül győzött a forradalom. És Táncsot is kiszabadítottuk börtönéből. Én éreztem, mint kutya a földrengést, hogy egyszer magyar honban is lesz forradalom. Azért én örülök mások boldogságának is. Ezt a gyönyörű szép ruhámat is felvehettem a Nemzeti Múzeum előtt. És képzeld, a Nagy Szabadság mámorban végre Vasvári Pál és Jókai barátunk is bemerték vallani igaz hitű érzésüket szerelmüknek. Hogy mi lesz ebből? Mi lenne, édes kis feleségem? Szabadság, szerelem. E kettő kell nekem. Hogy mit tegyen, aki későn jött közénk, de sajnos már lélektelen. Miért kérdezed, hogy merre jár, aki elvakultan indult el, s most új csodákra vár? Miért kérdezed, az ünnepség után az emlékezők koszorúkat helyeztek el a Kossuth szobor talpazatánál. Koszorúval emlékezett Cegléd-város önkormányzata, a Pest megyei kormányhivatal Ceglédi járási hivatala, a Ceglédi ifjúsági önkormányzat, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség, a Jobbik Magyarországért mozgalom, a Magyar Szocialista Párt Ceglédi szervezete, a Momentum Ceglédi alapszervezete, a Demokratikus Koalíció, az Új Világ Néppárt, a Ceglédi Tankerületi Központ, a Ceglédi Szakképzési Centrum és tagintézményei, a Református Általános Iskola és Óvoda, a Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda, a Török János Református Mezőgazdasági és Egészségügyi Technikum és Szakképzőiskola, a TEC Alapfokú Művészeti Iskola, a Ceglédi Evangélikus Egyházközség, a Ceglédi Városi Könyvtár, a Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft., a Kossuth Múzeum, a 144-es számú Kossuth Cserkész Csapat, a Ceglédi Dózsa György Honvéd Nyugdíjas Egyesület, a Ceglédi Hagyományéltető Baráti Kör, a Ceglédi Kossuth Gimnazisták Öregdiák Egyesülete, a Ceglédi Lokál Patrióta Klub, a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület, a Kárpát-medencei Vitézi Rend,
és a Cegvédés térsége ipartestülete. De természetesen a Kossuth erkélynél is elhelyezték az emlékezők koszorúikat, az emlékezés virágait.